tisztelőse vagy, és azt is különböződik, hogy elfoglaltságra ellenére megtisztelt jelenlétével rendezvényünket. Most pedig felkérem Gede Andrást, a Vélvető Program bevezető elnökét, hogy foglalja el helyét az elnöki székben. Gergely András a Károli Gáspár Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi oktatója, a Történettudományi Iskola doktori iskola vezetője, valamint a Veritas Történetkutató Intézet tudományos kutatócsoport vezetője. A történettudományok doktora szakterülete a 19-20. Század történelemtudománya, számos könyve jelent meg. Felhívom levezető elnökök figyelmét, hogy 5 perccel az előadás időkeretének lejárta előtt a házelnöki csengővel jelezzen az előadóknak. Köszönöm. Kedves vendégek! Nehéz meghatódás nélkül helyet foglalnom ezen a magas pulpituson, ebben a hatalmas karosszékben, amelyben hanem is konkrétan ebben, hanem a féli szájban, de ugyanilyen építészeti és utolsóti körülmények között Tisza István foglalta el valamikor a házelnöki széket, és nézett szét a patkó karójában. Persze sokkal nehezebb volt neki fegyelmeznie a jelenlévőket, mint amennyi feladat ebből rám hányt. Na de Szászlónak is egy a vége, nem kívánok élni semmilyen további megnyitó szavakkal, hanem jellező ezt a megtisztelő feladatot, május fölkérem a konferencia első előadóját, ifjabb Bertény Ivánt. Kérem akkor várjuk fel a kellemezényesetben. Annyit ott ugye arra mondani, hogy ő jelenleg a Bécsi Kollégium Hungarikum igazgató helyettese. Kérem tehát, hogy tartsa meg előadását Tisza István, egy szabad elvű világ konzerválója címmel. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, kedves vendégeink, kedves kollégák, környékes ülelők! Amikor 1861. április 22-én Tisza István Pesten megszületett, Magyarország politikai, gazdasági és kulturális szempontból is Európa periférikus helyzetű területeihez tartozott. Bár az 1848-as reformok, így a jogegyenlőség bevezetése, az ebből fakadó közteherviselés és a jobbágy felszabadítás megvetették egy további gazdasági fejlődés esélyét, ám a tőkehiány és a politikai bizonytalanság miatt a helyzet azóta is csak keveset javult. Az ország lakóinak túlnyomó többsége továbbra is csak korszerűtlen gazdálkodásra képes parasztként élt, modern gyárakkal alig létezett, és a vasúthálózat megkezdődő kiépülése is egy bécscentrikus birodalmi gazdaságpolitika érdekeit követte. Magyarországot ekkor a hagyományos magyar elit megkérdezése nélkül, sőt, sok kérdésben annak ellenére irányították. Amikor Tisza István kiváló észbeli képességének egyik jeleként egészen fiatalon 14 éves korában 1875-ben érettségi vizsgát tett a debreceni református kollégiumban, a helyzet már alapvetően más volt. Az ország az 1867-es kiegyezéssel visszanyerte önállóságát, és bár a teljes függetlenségről le kellett mondani, az ország jövőjét elsősorban már a magyar elit határozta meg. A magyar politikai vezetőkön, köztük Tisza István apján, az 1875-ös év őszétől miniszterelnöki hatalommal is bíró Tisza Kálmánon múlott, képesek lesznek-e jó döntéseket hozni. Amikor Tisza István első ízben miniszterelnöki kinevezést kapott 1903-ban, az ország és különösen fővárosa már sok tekintetben maga mögött hagyta évszázados elvallgatottságát. A magyar mezőgazdaság bizonyos területeken, mint például a malomiparban vagy a cukorgyártásban az európai élmezőjébe tartozott, és a megtermelt árut a kontinentális összevetésben is sűrűnek mutató vasúthálózat révén könnyen lehetett a fizetőképes nyugatabbi piacokra szállítani. A külkereskedelmi kapcsolatok révén szerzett és a kiépülő bankszektorban közvetlenül beállandó pénztőkkel segítségével a 80-as évektől kezdve felgyorsult az ország iparosodása, és kialakultak azok a városi gócpontok, ahol már a nyugat-európaihoz hasonló életviszonyokkal találkozhattunk. Hol volt már az Arany János által megénekelt régi főváros, az utcán Bor, Bűz, német szó, Viszont? 1903-ban Budapest, Európa 8. legnépesebb városa, igazi modern metropolis,
tele olyan, ha is büszkén emlegetett kulturális és közéleti intézményekkel, mint az Operaház, a Műcsarnok, a Kibővülő, Királyi Várpalota, vagy éppen az az épület, ahol mai konferenciánkra is sor kerül, a Magyar Parlament Stein Imre által megálmodott hatalmas palotája. Látjuk tehát, hogy Tisza István életében hatalmas fejlődésen ment keresztül az ország. Sokan mondják, hogy a modernkori magyar történelemben éppen ezek az évtizedek hozták el a leggyorsabb ütemű gyarapodást, ami ugyan persze elsősorban az ország alkotó elméinek és dolgos, szorgos munkás kezeinek tulajdonítható, de nem lehet teljesen eltagadni az ország korabeli politikai vezetőinek érdemeit sem, akik döntéseikkel, intézkedéseikkel lehetővé tették ezt a gazdasági és kulturális gyarapodást. Mégis azt tapasztaljuk, hogy messze menően nincs konszenzus a korszak politikusainak megítélésében. A századforduló magyar vezetői közül a többsége a feledés homályán merült, a közemlékezetben megmaradó, mint amilyen Abonya Albert vagy Tisza István tekinthető, megítélése pedig vitatott. Bár nincs most tér persze ennek a paradox helyzetnek az okait részletesebben vonzolgatni, de minden bizonnyal a pár évtizedes virágzást követő tragikus bukás a történelmi ország széthullása ad ennyire negatív fénytörést a korszak megítélésének. Ha olyan kiváló politikusok voltak Magyarország akkori vezetői, miért nem tudták megvédeni az országot? Miért nem tudták megakadályozni Trianont? Amikor a mai konferencia első előadójaként Tisza Istvánról egy átfogó kép rajzolására kell vállalkoznom, közvetve erre a kérdésre is keresem a választ. Tisza István már egészen fiatal korában élénken érdeklődött a közélet iránt, és ahogy ekkor egy barátjának írta, minden erejét a tanulásnak szentelte, hogy később a köz a magyar nemzetet szolgálhassa. Úgy ítélte meg, hogy ez neki, akinek a gondviselés anyagi jólétet és a vagyon révén tanulási lehetőséget biztosított, kötelessége, a másoknál jóval könnyebben megszerezhető tudást az a javára fordítani. Mint ismeretes, Tisza Heidelberg és Berlin tanulóévek, angliai és franciaországi utazások és persze szorgos hazai önművelés révén a kor egyik legsokoldalúbban tájékozott és igen nagy munkabírású politikusa lett. Egyik ellenfele mondta róla később, végleg irigykedve, idézem, ő a legeszesebb ember Magyarországon, eszesebb, mint mi együttvéve. Olyan ő, mint egy Mária Terézia korabeli sok fiókos homód, minden fiók szélütű tele van tudással. Családi kapcsolataiból is eredezhethető politikai befolyása, nagy tudása, és megkérdőjelezhetetlen tehetsége révén Tisza már viszonylag fiatalon a kormánypárt egyik tekintélyes politikusa lett, és a parlamenti vitákból is kivette részét. Így bőségesen rendelkezünk olyan forrásokkal, amelyek segítségével képet alkothatunk politikai felfogásáról, gondolkodásáról. Tiszát a különböző korok történészei, de már saját kortársai is, hol liberális, hol konzervatív politikusként jellemezték. Értelmes kompromisszumként a konzervatív-liberális jelzőpáros is gyakran alkalmazzák, nem csupán bőrán, de a dualista korszak második, nagyobb kifelének általános jellemzésére is. A következőkben ezt a minősítést szeretném konkrét tartalommal eltölteni. Tisza már második miniszterelnökségének egyik parlamenti beszédében 1916-ban így fogalmazott, idézem, a múlt század elejének nagy újraébredési korszakától fogva a magyar nemzetnek egész fejlődése az volt, hogy létrehozza a felvilágosodott, művelt, modern, nagy, egységes magyar nemzeti társadalmat. Ez a kijelentés összeköti a 19. század elejének politikai és kulturális elitjét Tisza nemzetékével. S bár az azóta is töretlenül nagy megbecsülésnek örvendő hazafiakkal való összekapcsolásnak áll burkolt öndicséretnek is mondhatnánk, azt gondolom, hogy Tiszának ennél mélyebben fekvő igazsága volt akkor, amikor a politikai és szellemi törekvések szempontjából egykorba sorolta a reformkornagyjai és saját generációját. Mindazok a célok, amelyekért Vörös Marti és Kölcsey, Széchenyi és Deák, Kossuth és Batthyány küzdött, sokszor egymással is vitázva, de alapvetően egy irányba haladva, a haza és haladás ismert jelszavaival írhatók be. Nekik az volt a céljuk, hogy Magyarország egy önállósággal bíró, a magas ország irányítani képes, szabadon fejlődő állam lehessen. A
abban bíztak, hogy ha a rendiség és a robotoltató gazdálkodás békjóitól megszabadul az ország, és a szabadság szelleme válik uralkodóvá, akkor Magyarország kedvező adottságai és a magyar nemzet tehetségei szorgalmas segítségével sikerül majd behozni, de legalábbis csökkenteni a szerencsésebb történelmű nyugat-európai országok addigra bizony nagyon látványossá vált fölényét. Mint tudjuk, a reformkori liberális ellenzék évtizedeken át érlelt programja a 48-as európai forradalmi hullámon meglovagolva, 48 áprilisára törvényelőre emelkedett, és a magyar szabadelvű vezérek kezükbe vehették az alapvető változásokon átesett ország irányítását. Azt is tudjuk, hogy a liberális kormányzás elsöpörte 49-re a dinasztia ellencsapása, és alig egy év után megszűnt az önálló és szabad Magyarország. Közel két évtizedet kellett várni addig, amíg persze más körülmények között is megváltozott tartalommal, de ismét nemzeti és liberális kormánya lehetett Magyarország. A 67-es vezetőket nem csak az kötötte össze a reformkorral és 48-al, hogy a 48-as idők vezetői közül többen Deák, Ötvös vagy maga András miniszterelnök személyesen is részt vállaltak benne, hanem az is, hogy a 49-ben kényszerűen példahagyott liberális program folytatását az ország szabadelvi fejlesztését tűzték ki maguk elé. Amire 1848-49 viharos hónapjaiban nem jutott idő, és amit a bizonyos reformok előtt el nem zárkózó abszolút uralom sem pótolt, most 67 után gyors ütemben törvényé lett, és kiépült a nyugat-európai mintáknak is megfelelő szabad magyar jogállam. Persze vitázhatunk arról, hogy a dualista korszak mennyiben volt kevésbé liberális, mint a 48-ban elképzelt, de időhiányában megvalósulni nem tudó magyar jövőkép. Azt hiszem, abban azért egyetérthetünk, hogy a dualista Magyarország jogrendszere és alapvető működési elvei szempontjából a nyugat-európai mintákat követte. Azt is fontos leszögeznünk, hogy a liberális eszményeknek a gyakorlatba való átültetése más országokban is a liberalizmus új, a célokat megfogalmazó őskorához képest egészen más problémákat felvető korszakát hozta el, így a különbségeket részben ennek is tulajdonított. Magyarországon 1867 után rendre a liberalizmusra hivatkozó magukat szabadelvűnek való politikusok és pártok működtek, és az utókor általánosságban véve is jogosan nevezte a dualizmus fél évszázadát összességében liberális korszak. Mivel Magyarországon a konzervatívokról szoros udvari kapcsolataik miatt az a hír járta, hogy kevésbé jó az a fiat, mint a liberálisok, Magyarország esetében nem került sor arra, amilyen Ausztriában vagy Németországban igen, hogy tudnélik a liberális pártokat konzervatívok váltsák fel a hatalomban. Ilyen értelemben is igazat adhatunk tehát vissza 1916-os szavainak, vagyis a korral és a megváltozott pozícióval együtt járó, olykor fontos módosulásokkal ugyan, de az első világháborúig egy liberális identitású, a reformkorban gyökerező, magán szabadelvűnek tartó politikai elit irányította Magyarország. Ahogy korszakainak túlnyomó többsége, úgy Tisza István is a 19. század első felében megfogalmazott klasszikus liberális berendezkedés híve volt. A Széchenyi, Kölcsey, Deák, Kossuth eszmény nyomán kialakult eszmerendszer soha nem kívánta megtagadni, vagy mással felváltani. A hatalomra jutott liberalizmus jó működtetésében látta a nemzet felemelkedésének és további fejlődésének zálogát, azaz ilyen értelemben liberális politikusnak mondhatjuk. Másfelől azonban jogosan illethető a konzervatív jelzővel is, amennyiben a század második felének és különösen a 20. század elejének változásai nyomán sem tartotta helyesnek, ha lényeges revízió alá veszik ezeket a nemes felettő szabadelvű eszméket. Tisza liberális maradt, vagyis nem vált sem demokratává, sem szocialistává. A 19. század második felének eszméivel, a modernitás gondolataival szemben is kitartott a klasszikus liberális alapelvek mellett. Így például hevesen ellenezte a választójog jelentősebb kibővítés. Úgy gondolta ugyanis, hogy a közéleti szerepvállaláshoz felelősségtudatra is szükség van, ami csak az érett egyéniségekre jellemző. A 19. század első felének angol vagy francia liberálisaihoz hasonlóan a szavazati jogot vagyoni és értelmi cenzushoz, illetve a relatíve magas korhatárhoz kívánta kötni. Érvelése szerint a választójog kibővítéséről szóló viták során a nyugat-európai párhuzamokra fölösleges hivatkozni,
mert az ottani kulturális és társadalmi viszonyok, magasabb az általános műveltség, homogénebb nemzeti társadalmakról van szó, a lakosság nagyobb arányát teszik alkalmassá arra, hogy részesüljenek politikai jogokból. Szokás ezért vissza álláspontját konzervatívnak minősíteni, de ugyanilyen logika alapján a régi vágású liberális érezőt is elfogadhatjuk, hiszen fontos tudnunk, hogy 100 évvel ezelőtt a liberális és a demokrata még nem egymást támogató, egymást kiegészítő, szinte egymás szinonímájaként használható szavak, fogalmak voltak, hanem ellenkezőleg, ekkor még egymással szemben álló régi típusú, illetve modern eszméknek tarthatjuk őket. Egyébként maga Tisza is tiltakozott az ellen, hogy konzervatívnak nevezzék. Az ellenzékiek által túl csekély előrelépésnek minősített 1913-as választójogi reformot védelmezve, és a további jogbővítést elutasítva 1917 elején kijelentette. Az én álláspontomról mindent lehet állítani, csak azt nem, hogy az valamely az újításoktól félő túlmerész konzervativizmus volna. Én nem hiszem, hogy túlságosan konzervatív jellege volna annak a választójogi politikának, mely a választók számát egycsapásra 50-60%-kal fölemeli, mely behoz az alkotmány sáncai közé új széles néprétegeket. A cél, hogy emeljünk a magyar társadalom politikai színvonalát, gondoskodjunk oly népoktatási intézményekről, amelyek élő valóságát veszik a népiskolai kötelezettséget, és akkor azután rálépünk a demokratikus haladásnak azon lassú, de természetes, organikus útjára, amely a haladást a demokratikus jogokkal élni alkalmas tényező szaporításában keresi. Tisza kitartott a magántulajdon szentségén alapuló szabadversenyes gazdasági modell mellett is, és amíg az első világháborúig ezt tehette, úgy gondolta, hogy az egyének erőfeszítéseiből remélhető a nemzet felemelkedése szempontjából fontos gazdasági és kulturális fejlődés. Elvi alapon utasította el például a földosztást, amellett érvelve, hogy a szegénység problémáját a vagyon, a tulajdon végessége miatt nem lehet annak felosztásával megoldani, hanem a többtermelés, azaz a jólét általános növelése lehet majd a gyógyír a vagyonnak. Ellenezte az állam komolyan gazdasági szerepvállását is, mert az egyéni igyekezett erkölcsnemesítő hatásainak háttérbe szorulásától fél. Mindez azonban nem jelentette azt, hogy teljesen érzéketlen lett volna a szegénység gondjaival szemben. Ezt mutatja a már 1891-ben elfogadott munkásbiztosítási törvény vitája során kifejtett aktivitása is. Ekkor leszögezte, hogy bár idézem utópia volna, és ne várja senki, különösen gazdasági téren, hogy az érdekcsoportok közt örök békét fog létrehozni bármely törvényes intézkedés, de, idézett vége, fölfigyelt arra is, hogy a modern kapitalizmus új típusú nagyvárosi nyomort is ott létrehozott. Bár Tisza személyesen nem ismerte a pesti szegények életét, de külföldi tapasztalataiból, olvasmányélményeiből és a kiválóan működő magyar statisztika adatsoraiból rájött, hogy foglalkozni kell a nyomorgók helyzetének javításával. A keresztény felebaráti szeretet mellett persze a bűn és a járványok terjedésének megelőzése is indította ezekre a reformokra, de éles látását mutatta, hogy a magyar állam időben kezdte el a modernnek mondható társadalombiztosítási rendszer alapjainak kiépítését, akkor, amikor, idézem, ez a kérdés még csak 10 000 kérdése, de ne adja Isten, hogy 100 000 és millió kérdésévé vált. Tisza liberalizmusa a reálpolitikus és nem az ideológus szabadelvűsége volt. A kormányzati érdeknek és általában a politikai stabilitásnak rendelte alá ő is, például az igen bonyolult hatalmi és nemzetiségi összefüggései miatt is nehezen bolygatható egyházpolitikai kérdés elvi liberális megközelítését. 1892-ben Apponyi Albertnek válaszolva kijelentette például, hogy teljesen egyetértek a házasságjog rendezésére, a zsidóvallás recepciójára, az egyéni vallásszabadság korlátlan megadására vonatkozó indítványokkal, meg arra nézve is, hogy a be nem vett vallásfelekezetek polgári jogot nyerjenek maguknak, különi egyházi tagozatokat, egyházi szervezeteket alkotni. Ez a kor legliberálisabb meggyőződése. Ugyanakkor viszont a reformok időszerűségére nézve óvott attól, hogy ezek a reformok nehogy megbontsák a felekezetek közötti békét. Liberálisként és protestánsként úgy gondolta, hogy a békebontó ebben az esetben a katolikus fél volt,
És annyi részizgassága talán volt ebben, hogy a katolikus egyház történelmi előjogait visszaszorító egyházpolitikai reformjavaslatok ellenében szerveződő néppárti agitáció valóban szembefordult elvi és gyakorlati szinten is a korabeli liberális konszenzussal, sőt, a vallásos parasztság szervezése révén a korabeli elitpolitizálás gyakorlatát is igyekezett meghaladni. Tisza élesen szembefordult ezzel az antiliberális, olykor antiszemita jelenségeket is felmutató mozgalommal, mely már a 20. század modern radikális jobboldaliságának előzményeit is, kezdeményeit is magában hordozta. A felekezeti viszályok kirobbanásától ugyanakkor óvatosságból nagyon tartott, idézem, a nagy nemzeti feladatok céljaira minden rendelkezésre álló erőt egyesítenünk kell. Hol a felekezetek nagy számánál fogva a felekezeti harc 5-6 táborra oszthatja a nemzetet, és ahol a felekezeti kérdés oly szoros összefüggésben áll a nemzetiségi kérdésekkel. A liberális tábor exponenseként is figyelmeztetett rá, hogy a radikálisok mindkét oldal radikálisainak szélsőséges retorikája csak a vita eszkalációjához vezethet, és ezért óvatosságra és türelemre intette mindkét felet. A szabadság eszményeire hivatkozott Tisza a nemzetiségi kérdés említése kapcsán is. Bár a korszakban a minden magyar politikai szereplő által hallott dogmához, a magyar szupremácia elvéhez ő is ragaszkodott, és mindig aláhúzta, hogy az ország valamennyi lakosának akceptálnia kell, hogy ez az ország, hogy ő mondta, Magyarország, a magyarok alakították ki és tartották fenn, a magyar kultúra határozza meg arculatát, és az állami életben is a magyar nyelvnek kell dominálnia, de ehhez már 1893-as híres nagyváradi beszédében, és később máskor többször is hozzátette, hogy idézem, a magyar nemzet jövője a jogtisztelet és valódi szabad elműség eszméjével van elválaszthatatlan összeforva. Nekünk erőnk sokkal kisebb, világtörténelmi hivatásunk sokkal nagyobb, sem hogy tisztán a nyers erőre támaszkodva állhassuk meg helyünket a világesemények hullámzó tengerén. Nekünk erkölcsi tényezőkre is van szükségünk. Biztosítanunk kell nem csak a művelt világ becsülését és rokon szemét, de mindenekelőtt az e hazában lakó nemzetiségek ragaszkodását és hazafiúi áldozatkészséget, hogy mindnyájan, akik e hazának egyenlően szabad állampolgárai vagyunk, együttes erővel válvetve működjünk közre annak felvirágoztatására. A korban mind jobban terjedő soviniszta lázámokkal, hogy élesen volt, csendesebben szembeszállva kijelentette, idézem, ne azt kívánjuk a romántól, hogy renegált legyen, hanem hogy legyen jó román és jó magyar hazafi egy személynek. Tisza azt is felismerte, hogy a hazai etnikai kisebbségeknek a magyar állam határain kívül élő rokonainkkal érthető és természetes a kapcsolata, és ennek még nem kell rögtön haza ellenes tendenciákat tulajdonítani. Persze mindennek addig nem is voltak komoly a politikai veszélyei, amíg a kérdéses déli szomszédok, a kis Szerbia és Románia, a monarchia befolyása alatt állt. Tisza olyan korban kezdte meg közéleti pályáját, amikor látszólag semmi nem fenyegette az ország gyors ütemű fejlődését. De tisztában volt azzal, hogy ez a kedvező helyzet nem magától értetődő és feltételek nélküli jó téteménye a sorsnak, egyfajta világtörténelmi igazságtétel a magyar nemzetetért sok-sok csapás után. Akár a nehezebb korokat is vezető politikusként megállt apjától is tanulhatta, hogy a további fejlődéshez, a reformkori nagy magyar liberális hazafiak álmának kiteljesedéséhez elsősorban békére és biztonságra van szükség. Arra, hogy a nemzet erőforrásai ne felharcok, vagy a dinasztiával, Ausztriával szembeni küzdelmet foglalják le, hanem valóban a békés építkezés kösse le az alkotó energiát. Ezért sürgette az osztrák-magyar hadsereg megerősítését is, ami a 48-as ellenzék érzelmileg nagyon könnyen átélhető ellenkampánya idején nem volt egy könnyű és népszerű feladat. Fontos azonban észrevennünk, hogy Tisza érvelése itt teljes mértékben követi Deák Ferenc logikáját, a húsvéti cikkben kifejtett gondolatmenetet, amikor is Deák így fogalmazott,
magyar érdek, idézem, a Habsburg Birodalom szilárd fennállása, melyet nem kívánunk semmi más tekinteteknek alárendel. A Habsburg Birodalom szilárd fennállásához, nagyhatalmi állásához pedig logikusan egy erős, közös osztrák-magyar hadseregre volt szükség, és ezt Tisza az ellenzékkel szemben is keresztül akarta vinni. És pedig azért, mert úgy gondolta, hogy ez a közös hadsereg az osztrák-magyar monarchia külpolitikájának legfőbb eszközeként nem Magyarország ellenében felhasználható eszköz, hanem ellenkezőleg a magyar érdek szempontjait követő, közösen magyar befolyás és figyelembe vevő külpolitikának az eszközeként tartható szám. Mi is volt a magyar nemzeti külpolitika legfőbb célja Tisza megfogalmazásában? Idézem, ma ennek a monarchiának, a ma 1903, a külpolitika terén egyetlen egy olyan célja, olyan aspirációja nincsen, amely a magyar nemzet létérdekeivel ne volna összeforva. A magyar nemzet a maga fennállását csak akkor biztosíthatja, ha megakadályoz a Balkán félszigeten minden olyan alakulást, amely akár centralisztikus, akár föderalisztikus alapon egy nagy egységes birodalom írt gyűrűjét vonná határai köré. Vagyis már 1903 elején annak megakadályozását tartotta a legfőbb magyar külpolitikai célnak, hogy egy orosz barát délszláv államalakulat a monarchiával szemben ellenséges politikába kezdhessen. Ennek kivédését tarthatjuk Tisza külpolitikai doktrínájának központi elemének, vagyis egy alapvetően defenzív, vagy más szóval preventív külpolitikát tulajdoníthatunk. Tisza a közös hadsereg megerősítését, ahogy említettem, élethalál kérdésnek tartotta. Már 1889-ben rámutatott, hogy hol közelebb, hol távolabb a jövőben, de folytonosan kísért bennünket egy nagy európai háború veszélye és szelleme, nekünk készen kell lennünk, és pedig a békében kell elkészülnünk a háborúra. Mert ha ez a háború kiüt, azt hiszem, az nem lesz gyermekjáték sem a monarchiára, sem a magyar nemzetre nézve, és igen könnyen fejlődhetik élethalál harcát a magyar nemzetre nézve. Tisza közéleti tevékenységének talán legtöbb támadást kiváltó része az ellenzék parlamenti obstrukciójának valóban jogellenes letörése volt. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy itt nem valami újat akart elérni, hanem inkább visszaállítani, működőképességét tenni a régi rendet, a dualista rendet. Az első világháborúban azonban minden megváltozott. Míg 1914 előtt Tisza jogosan érvelhetett azzal, hogy az osztrák-magyar külpolitikában a magyar befolyás érvényesül, a magyar befolyás meg tudja akadályozni, hogy az ország erőforrásait a magyar nemzet céljaival, érdekeivel szemben álló, azzal nem összefüggő idegen célokért használják fel, azaz hiába homolyék ki annyi magyar ember vére. Az első világháború egy olyan történelmi korszakkal vezette el a monarchiát és egész Európát, ahol már sokkal nagyobb volumenű kérdések foroghat napirenden, és ezeknek a kérdéseknek a befolyásolására sem Magyarország, sem idő után már maga az egész monarchia sem volt alkalmas és nem volt képes. Fogalmazhatunk akár még kiélezettebben is. A magyar érdekeket védelmező osztrák és német szövetség nagyobb erejénél fogva olyan áldozatokra kényszerítette Magyarországot, amelyek már nem voltak közvetlenül a magyar érdekkel azonosak. A német szövetség hozzásegítette ugyan Magyarországot a világháború során, hogy legyőzzük összes közvetlen ellenségünket, sorrendben Szerbiát, Montenegrót, Romániát, hajlottán Oroszországot is, de ennek ára volt, és az volt az ára, hogy a magyar szempontból emiatt végső soron már megnyert világháborút mégis tovább kellett folytatni, most már a németek érdekeiért, és nem lehetett ebből kiszállni. A 20. század nagy világégése túlnőtt a dualista Magyarország hatalmi viszonyainak és politikai logikájának szintjén. Bár Tisza a magyar politikusok azon kisebbségéhez tartozott, aki képes volt legalább részben és időlegesen európai összefüggésekben gondolkodni, hatalma és befolyása már nem terjed ki arra, hogy ezeket a világtörténelmi erőket befolyásolni tudja. A háborús veszedelemre hivatkozó, de a közvélemény által kevéssé megértett Tisza alakját gyakran ábrázolták hívei tragikus hősnek. Olyan vált tesznek,
Kasszandrának, aki ugyan pontosan látja a magyarságra leselkedő veszélyeket, és igyekszik is tenni a baj megelőzéséért, de vak ellenfelei nem csupán értetlenül szemlélik tevékenységét, de még akadályozzák is munkáját. Kortársai közül erőszakos halálra is kiemeli, ugyanakkor személyes bukása jelképes erejének is mondható. Nem csupán azért, mert halála egy időben következett be a dualista rendszer megszűnésével és a világháborús verséggel, hanem azért is, mert Tisza bukása bizonyos értelemben törvényszerű volt. Azokat az eszményeket, azokat a struktúrákat, amelyekben ő hitt, amelyeket ő védelmezett, amelyeket megpróbált ismét működőképessé tenni, az első világháború hatalmas változásai nyomán nem lehetett már életben tartani. Az egyéni igyekezetre és szabadságra épülő régi rendet a háború a tömegek korszakának előtérbe helyezésével váltotta föl. A különböző lépek érdekeit legalább elvi szinten harmonizálni igyekvő politikai nemzet fogalmát az egymással kérlelhetetlen harcban álló etnikus nemzetek rivalizálása váltotta föl. Az Ausztria és Magyarország állandó egyezkedési igénylő dualista rendszer az egész európai egyensúlyt felborító világégés következtében szintén óriási új támadásoknak volt kitéve, és beláthatjuk, akárhogy végződik a háború, a Habsburg Birodalom valamilyen átszervezése elkerülhetetlen. Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy Tisza a modern magyar történelem mindmáig legkiválóbbnak tartott korszakának, a reformkornak az eszméiben itt, és azokat kívánta a gyakorlatban működtetni. Mindezt azonban egy olyan korszakban, ahol egyre több gazdasági, társadalmi, kulturális, bel- és külpolitikai változás abba az irányba hatott, hogy ezeket a régi, nemes eszményeket az új, modernebb kihívásoknak megfelelően újra kell gondolni, sőt, bizonyos tekintetekben más eszményekkel kell helyettesíteni. Tisza, ameddig tudta, igyekezett fékezni ezt a folyamatot. Védte a liberalizmus a modern bal és modern jobboldal erőinek támadásával szemben, védte a dualizmus a magyar nacionalisták szeparatizmusával és a bécsiek centralizációjával szemben, igyekezett egyensúlyozni a magyar soviniszták és a nemzetiségi nacionalisták vitái közepette, és próbálta védeni a magyar érdeket Ausztriával, majd a mind erősebbé váló németekkel szemben a világháború során. És persze miniszterelnökként közvetlenül is védte az országot a háborúban a szerbekkel, románokkal, olaszokkal, oroszokkal. Mindennek nyomán felfoghatjuk Tisza egész politikai működését egyfajta védekező harcként, ahol a sokszor igen kemény fellépés nem egy új állapot elérését célozza, hanem jóval inkább a nagy elődök által kialakított struktúrák megúvását, az azon esett sérülések kijavítását. Ebben az értelemben Tisza nem volt produktív politikus, nem nagy reformok fűződnek a levéhez, hanem egy régi, nemes hagyományokra visszatekintő világ konzerválója kívánt volna lenni, s bár kiemelkedő képességei révén viszonylag sokáig képes volt meghosszabbítani az előző nemzedékektől megörökölt struktúrákat, küzdelme hosszabb távon bukásra volt ítélve. A világháború csak felgyorsította ezeket a tendenciákat, félresöpörte a régit, a 19. századot, és kiméletlenül elhozva a modern kort, 20. századot, a tömegek korát. Köszönöm a tisztelet!